Hello mindenkinek! Íme a családbarát Spooktober, amit már említettem, hogy nem horror tematikájú halloweeni különkiadás lesz ez, hanem sok ijesztgetős, belezős játékok után az úgymond cukiság tematikát szeretném reflektorfénybe húzni. Nem az a fajta cringe-is cukiság, mint gyermekek elméjének mérgezésének alkalmából készült Baby Shark, meg a Flippy, meg a Diana Show, stb. Féle tömegpusztító fegyverek, hanem azok a cuki dolgok, amikor egy művészi, nyugodt tempójú játékokkal foglalkozok. Ebből kiválasztottam 5 darabot, amit egy projekt során alkottam össze. Elsőnek jöjjön egy Steamen ingyen letölthető játék, Vincent Prom által fejlesztett 2019-es Crow Story. A játéknál Vincent mellett segédkezett Donovan Alconi a zenénél, illetve Crystal Clear, aki a háttérplakátot készítette. A játék egy 3D-s ügyességi platformer, A-ból B-be kell átpattogni egy Kuro nevezetű varjúval, aki engem ijesztően hasonlított Kirire a Critical Role Dungeons and Dragons YouTube sorozatának második kampányában szereplő Kenku NPC-re, aki egy humanoid varjú kölyök volt. Aztán picit szőrszál hasogatás, hogy Kuro kinézete inkább egy Black Trash-ra, azaz fekete rigóra emlékeztet, mert nekik van sárga karimájú fekete szeme és sárga csőre, és a Crow, ami magyarul a varjú, az meg fekete szemű, full fekete csőrű, de ezt elnézem és elfogadom. A játékban platformról platformra szállunk, amik repülőgyűrűkkel vannak elválasztva. 3 szint van, ami 8 pályából áll össze, és igazából lesz egy csavar, ahol még ennyit kapunk. A beállítások menüben be lehet állítani, hogy mérje az időt, illetve mutassa a halálok számát. Igen, nyilvánvaló, hogy ha lezuhanunk a mélybe, vagy élénk narancssárga platformot érintünk, akkor elpusztul a karakterünk, de a pályákon belül vannak checkpoint gyűrűk, ahol ott folytathatjuk, ahol utána elbaltáztuk. Az időmérő pedig azért érdekes, mert ha fél órán belül megcsinálod a játékot, akkor feloldhatsz plusz 7 fajta skint Kurónak. Az én rekordom 45 percen belül sikerült, és utána néztem, ennek a játéknak a leggyorsabb speedrun rekordja 13 perc. Ami Light Split szerinti rekord, de a játék belső mérője szerint 11 perc, mivel a szintek közti kapunyításoknál szünetel az idő. A játéknál ugye mindenfajta platformot kapunk, amit más platformereknél elengedhető szokott lenni. Sima platform mellett zuhanó, mozgó, forgó, dobbantó, akadályoknál élénk narancssárga sima platform és forgó verziója hasáb, illetve fal formájában. Az első pár pályán kis útjelző fatáblák tanítják meg neked az irányítást, és most szögezzük le, hogy ezt a játékot tilos billentyűzettel játszani. Oké, egyszerű irányítása van, de a játék leginkább kontrollerrel játszható igazából. Nálam, ha egér billentyű gombóval toltam, akkor csak a VASD gombokkal tudtam mozgatni Kurót, de egérrel a kamerát egyáltalán nem tudtam. És ha cseréltem az előre-hátra mozgást, akkor a kamera már epilepsziás gyorsaságot meghazudtoló 180 fokos fordulatot tesz meg, ami olyan gyors, hogy 360 lesz belőle. Xbox kontrollernél a bal analóg a mozgás, A-val ugrasz egyet és duplát, X-el siklasz, és a jobb analoggal mozgatod a kamerát. Az irányítás tűéles, és néha előfordult, hogy régebben, amikor a platformtól elrugaszkodtál, akkor nem tudtál ugrani, pedig nyomod a gombot. Itt nálam duplát ugrott, pedig csak egyszer nyomtam. Lesz lehetőségünk kicentizésekre és vagy dupla ugrással magasabb fokokra ugrani, illetve ha a falnak megyünk, akkor Kuro rátapad és csúszik lefele, így van lehetőség a szemben lévő falra pattani és így fölfele közlekedni. De vigyázat, ha siklással próbálod ezt elérni, akkor betöri szegény a csőrét a falba és lezuhan. Van lehetőség gyorsabb távugrásra, méghozzá lesznek mozgó platformok, amik gyorsan haladnak és egy végponthoz érkezik, így az utolsó pillanatban, ha ugrasz, akkor kiparítjázhatod magadat messzebbre, de ha közben siklást nyomsz, akkor belassulsz, mert lefelé siklik. Ha néha előfordul, hogy a kamera olyan szögben van, ahol nem látsz magad alá, akkor nem kell aggódni, ugyanis ha Kuro a levegőben van, akkor alatta egy fénykör mutatja,
hogy hova fog érkezni. Néha a kamera meg tud őrülni szűk platformoknál és falsimulásnál átklippel a faron keresztül. Többször nekiestem, mert nem igazán vagyok profi a kicentizett platformozásokban, de ráadásul a játék elérte, hogy nem Rage Game-szerűnek tűnjön, ugyanis a zene, ami megy alatta, olyan kedves és elandalító, hogy nem tudsz haragudni rá. A játék szerint Kuro a barátait próbálja kiszabadítani, akit fogjul ejtett az égi bagoly, így 8 fényesen megvilágított pályán áthaladva eléri barátait, ám a bagoly egy sötét hullámmal a nappali pályát éjszakaira cserélte, és innentől kezdve újra a 8 pályán kell átverekednünk magunkat, de bonyolult a platform kívásokkal. Végül újra találkozunk a sötét égi bagolyjal, és a 3 sötét kristályt, amiből táplálkozott, fénnyel Kuro megvilágítja őket, és így a sötét égi bagolyból fényes égi bagoly lett, és elengedi Kuro barátait. Gondolom, hogy ez a sötétség egy átok volt, és most ettől szabadítottuk meg, de igazából a játék nem egy komplett történetet mesél el, hanem egy szinopszist, és végül a látvány mesélt hozzánk a saját üzenetével. Kb. Mint a régi animációs rövid művészfilmek. Mivel egy ingyen játékról van szó, nem igazán szeretnék szigorúan bánni vele. A látvány gyönyörű szép. Kuro cukin néz ki, az égi bagoly kinézete nekem nagyon tetszett, hogy egy 3D-s palettával oldották meg, és ahogy mozog, úgy almaszkodik az alakja, aztán az egész 3D-s látványt megspékelték szögletes kinézettel. Értem, hogy ilyen stílusban akarták megjeleníteni, ezért is nem volt tiszta a kapu díszítése, még akkor is, hogyha a legmagasabb fokozaton voltak a grafikai beállítások. A zene nyugodt, elandalítós és kedves, hangoknál, mikor Kuro csiripel vagy totyog, ugrunk, pattanunk, eltűnik vagy mozog a platform, vagy aktiválják a fényeket, de furcsa volt számomra, hogy nem voltak az átvezetőkben hangok, de szerintem arra akartak rámenni, hogy a játék közben legyen hang. Nem rossz az irányítás, egyszerű, de kár, hogy a készítők a játék elején nem mondták, hogy igazából kontrollerrel jobb játszani ezt, mert egérbillentyű kombóval katasztrófa, még akkor is, hogyha ez egy javított változat, ez egy 1.11-es verzió. Egyszerű szinopszissal rendelkezik egy mini kalanddal, látványos és kihívásokkal teli platform feladatokkal. Illetve, ha mestere vagy ezeknek, akkor a boss fight irgalmatlanul könnyű lesz. Nos igen, egy ingyenes játék, ami nagyon rövid, 8 pálya, ami 16, plusz egy boss pálya, rekordkísérletezés speedrun rekordra, ami most 13 perc, illetve a feloldható skinek miatt érdemes újra elővenni. A Crow Story egy olyan cuki játék, ami ingyen és tömören próbálja neked ezt elmagyarázni.